Divide harmadik nap. Túl vagyunk egy részén, de még nagyon sok van hátra. Úgyhogy ma átfagunk a bükkön, ha minden jól megy, és fürdünk is, ugyanis ma kempingbe fogunk aludni. Tegnap is fürdöttünk. Tegnap a gázlóban. Tegnap a gázlóban fürdöttünk, úgyhogy jó lesz. A részek tínédzserek között. Hát igen. A seggem. Na. Ezzel kezdjük. Na, hol kezdjük? Hát onnan, hogy sziasztok! Ja, csá! Divide harmadik nap. Ez a Divide harmadik nap. Pipa! Laza volt. Laza volt, csak felmentünk a bükknek a tetejére. Reggel. Délelőtt. Hát 10:30-re értünk fel a tetejére. Igen. Kb. Akkor ebédeltünk. Bánkúton. Ja. A strapacskát. Oh. A strapacskát és... Meg a káposztalevest. Oh. Káposztalevest. Ú, az meg. Most videót csinálsz? Igen. Nem volt annyira vészes, mint amennyire gondoltam. Örülök neki, hogy tetszett. Lehet csak azért, mert reggel után toltuk. Észre csináltuk. Észre. Ennyi. Az első két emelkedőből volt állt az egész, két ilyen 500 méteres. No! Nem? No. Vagy a 400 meg egy 500? Hát ugye volt az első emelkedő az aszfalton. Igen. Volt a második emelkedő a terepen. Igen. Amikor felértünk Bánkútig. Igen. Aztán volt a bükki fennsík. Ja, már még csak a Bánkútnál járok. Ja, bocs. Hát csak Bánkútig mentünk 900 méter fölfele. Hát igen, mert magasan van. Itt a teteje! Az elsőnek legalábbis. Az aszfalton viszonylag könnyű volt, utána kicsit nehezebb volt, tolós részek is voltak, de felértünk időben, úgyhogy... Jó volt, nekem is tetszett, örülök, hogy neked is. Utána a bükkfenség viszont meglepően nehéz volt nekem. Lehet csak azért, mert tele voltam zabálva. De én ott azért megfáradtam. Nekem azért volt nehéz, mert hogy úgy tűnt, mintha nem akarna sose véget érni. Igen. Föl le. Mondom, ez a Zempléni hegy, vagy a mi az, hol voltunk tavaly? Zalajdomság. Ja. Mondom, ez a Zalajdomság bázeg. Full olyan voltam úgy. Ugyanaz az érzés. Föl le. Ja, amúgy szuper szép hely a bükki fenség. Nagyon szép. Eldugott. Csak nehéz. Igen, ilyen kis ékszer dobod az egész. Embereket sem nagyon láttunk, pedig ott megy a kék túra is. Ja, aztán lefele is lassúvak voltunk, mert lefele is elég erős volt a terep. De elég nehezen sikerült elérni Egerig. Történt valami? Ilyenkor át kéne gondolni mindig a videó előtt, hogy minket fogunk mondani. Hát csak tök szép helyeken jártunk. Ja. Az erdőbe végig, a bükkbe. Nem volt sár, hál' Istennek azon a részen. Alig volt sár ma egész nap. Ja, pedig ez nagyon saras rész, de majd arra kitérünk később, amikor odaérünk a story fonásban. A storyline-ban. Szóval, ja, hát nehéz volt fölfelé is, nehéz volt lefelé is. Leértünk Egerbe, és mondom, Gábor, még hiányzik 1000 méter. De nem Eger előtt, ahogy a bükkből mentünk lefelé, mondom, hiányzik még 1000 méter a mai tervezett színből, mondom, az hol lesz? És meglett. Hát összesöprögettük szépen lassan. Meglett a kisebb hegyecskékből. Tök jó volt, hogy Felső Tárkánynál újra találkoztunk Imivel. Igen. Mint, mert ugye vele tegnap. Tekertünk. Hát a nap nagy részét együtt töltöttük, és tök jó volt. Ja. És az ott már a Mátra, bárhogy is nézem. Holnapot leszünk a tetején. És ma megint találkoztunk vele, és akkor együtt mentünk tovább. Igen. Aztán Egernek a főterén találkoztunk Jules-zal. Csak hozzánk Jules, egy ausztrál lány, igen, úgyhogy négyesbe toltuk így onnantól. Úgyhogy duplájára nőtt a csapatunk, így, jaj, úgyhogy hirtelen. Tök jó csapat voltam úgy. Igen. A Jules azt mondta, hogy jön reggel, Imi is azt mondta, hogy jön reggel, hogy hajnalban ölünk, aztán majd látjuk, hogy mi lesz. Lehet, hogy együtt folytatjuk, majd meglátjuk. És együtt folytattuk a Egernek a főteréről tovább. Nagyon kész voltam. Beugrottunk a dekába. Ja, vettem végre kesztyűt magamnak, mert eddig nem volt kesztyű, mert otthon hagytam. Szét volt az összes tenyerem, úristen. Ripkezek. Hát utána meg ez a bükkaljai rész következett, ami 2 évvel ezelőtt drasztikusan sarasabb volt, mint most. És most is mondták, hogy szar lesz. Hát én is felkészítettek titeket igazából, hogy számítsunk a legrosszabbakra, de 95%-a tök könnyen volt járható. Igen. Kétszer kellett kb. Várolni a bringát. Nagyjából. Ja, de általában tegnap még elég szar volt, úgyhogy megúsztuk, jó, hogy nem egy nappal korábban jöttünk. Ez van. Aztán Sirok felett megálltunk az Apáca szikláknál. Arra csináltam vágóképet? Igen, csináltam. Igen. Jó, én is csináltam, ezt ide illesszük be jól. Be lesz illesztve, igen. Ott már voltunk egyszer gyalogtúrán. Igen, eszméletlen szép a kilátás, a bükkre, a bükkajára, a Sirokivárra. Hát ott, mind, ott az nagyon szép. Sirokivártól egy köpésre van kávé, és brutálisan szép. Igen. Eddig az volt a legszebb kilátás az idei Divide-on. Nem? Ja, de. Nagyon könnyű így elszáguldani mellette, lefelé. Igen. De mindenféleképpen meg kell állni.
És a kék túra is ott megy, azt hiszem, úgyhogy a gyalogtúrázók is meg tudják nézni. Igen, ezt a telefont nem némítottam le. Ja, úgyhogy a vége lett 110 km és 2200 méter szint, ugye? Igen. Mondjuk el, a Siroki Várkempingben vagyunk. Ja, igen. Foglaltam szobát, így a harmadik estére ágyban aludni. Fürdeni. Megfürödtem. Fú, Isten. Nekem még hátra van, de... Isten. A videó után megyek egyből. Szét vagyok. Úgy megfürödtem, hogy szét vagyok. Teljesen. Véletlenül elfogyasztottunk egy sört és egy pálinkát. Ja. Juice-nak meg kellett mutatni, hogy mi a pálinka, mert még nem jó. még nem volt sose pálinkát, úgyhogy hát ezt elkerülhetetlen volt, de szerintem. Bírja, úgy látszik. Mondjuk a sörét nem ittam meg. Hát ezt én ittam meg véletlenül. Ja, véletlenül. Ups. Ja, úgyhogy holnap jön a Mátra. Holnap jön a Mátra, Csalgótarján, meg annak a hegységnek a neve, vagy dombságnak a neve, amit nem tudok. Cserhát? Nem. Az még arrébb van. Előtte van. Na mindegy, arra fogunk mászkálni. Szép vidék, remélem nem annyira saras. Sokat fújt a szél szerencsére, úgyhogy reméljük, hogy száradt minden. Igen. Ja. Úgyhogy akkor kb. Ennyi. Szóval a legjobb nap eddig, azt mondtad? Eddig nekem ez a nap ez a legjobb volt egyébként. Hát jó, nem azt mondom, hogy nem fáradtam, mert elfáradtam, de volt egy mélypont, ott tegerelőd, de az is csak azért, mert nagyon éhes voltam. Tényleg. Ezt ott elestem kétszer. Úgy képzeljétek el, hogy Kolos fogta magát, hogy elborult. Hát, és ott pihen. Becsatolásnál elborultam, Gábor nem kiabált, hogy Kolos, jó, hogy minden rendben, mondom, igen, csak most pihenek egyet. És egy két percig azt megküdtem, és olyan jó voltam. Úgy nézett ki, mint egy zsák krumpli. Ja, majdnem el is aludtam az alatt a két perc alatt egyébként, szerintem. Mókás volt, igen. Igen, ha kifogy a kajabőlöm, akkor ott végén van. Holnap folytatjuk. Holnap folytatjuk, 4:30-kor kelünk, legkésőbb 5:30-kor indulunk. És a Mátrát bevesszük. Yes, még délelőtt. Jelentkezünk majd holnap valahonnan, Salgótarján környékéről, remélhetően. Köszönöm a részvételt. Igen. A VR-osoknak volt az a rossz viccek, vagy az a vicces videójuk, nem tudom, akkor viccet meséltek egymásnak. Apu viccek. Ja, az apu viccek, tényleg. Igen. Van egy tök, ami ide illik. Kékes tetőn nincsen haláscsárda, de kellene, hogy legyen, mert ott van az ország legmagasabb pontja. Akkor ezt tettem, mert ráröhögtem magam. Hát én is. Jó. Hát szerintem gyerünk alatt. Ezzel köszönjünk el. Jó van, folytatjuk. Sziasztok. Jó helyen ülök? Egészségedre. Aha. Paraszt vagyok, nem kínáltalak meg. Na, nem tudom, hol vagyunk. Most te beszélsz. Oké. Sziasztok. Csá. Divide. Nem tudom, negyedik nap. Negyedik? Negyedik nap. Szinte hihetetlen. Fú. Átkeltünk a Mátrán. Milyen volt? Az ma volt. Hú, nem nagyon kész vagyok, utolsó pár kilométeren meghaltam. Ja, igen, ma mentünk át a Mátrán, ami elég laza volt a Bükkhöz képest. Fölfelé. Ja, kajátunk itt a kékes tetőn. Ez jó volt. Én ma nem leszek beszédes. Jó. Felkeltünk a Siroki kempingbe, a szokásos 4:30-kor. Ja, igen. És én másnapos voltam egy sörtől és egy pálinkától. Elég kiábrándító. Igen. Mondod, fájt a fejed. Fájt a fejem, igen. Hát az másnapos fejfájás. Uh-huh. Sajnos. Rip. Összeállt a kis csipet csapat megint, négyen voltunk. Gyűltek körénk az emberek. Igen. Nem csak ketten voltunk már, hanem jött Jules, akiről lehet, hogy meséltünk tegnap is. Igen. Ja, persze, hogy meséltünk, hogy megpálinkáztattuk. Igen, Jules már egész nap felünk jött. Meg Imi is. Imi, sokat velünk lógott. Most előttünk van valahol. Igen. Úgyhogy most ketten maradtunk, mert itt kicsit rögtönzésre alakult a vége, de hát ne haladjunk ennyire előre. Igen, mert meghaltam. Csoda szép volt a Mátra fölfelé, tök jó volt az útnak a nagy része. Hát igen, nem volt annyira meredek. Nagy rész. Hát nem nagy rész, de fel aszfalt volt kb. Igen. Tök jó voltam, hogy olyan szép kilátó pontok voltak, ugye, hogy kacskaringoztunk fölfelé. Az Alföld látszódott. Megálltunk, csináltuk a csoportképeket. Jó, nagyon szép volt. Nagyon tetszett nekem is. Kicsit hiányzik az Alföld, megláttam fentről, és így de jó tekerni. Gyerünk Imre, figyeld! Amúgy ketten videózok a szenvedését, ahelyett, hogy segítenénk neki átvenni a bringet. Ilyen jó társak vagyunk. What's the weight of this bike? Jesus. 20? 20 what? 20 kilos? No? Okay. De jó. Nincsenek dombok. Nincsenek ilyen rohadt nagy sziklás utak, amikor végigjöttünk ma is. Szar biciklit hoztál. A Divide szar. Nem, what? Csak vicceltem, a Divide rohadt. Szív vissza, nagyon gyorsan. Na, tehát ugye fölmentünk, tök jó volt, mert 7:30-kor indultunk a recski egy órás reggelinkből, uh-huh. És 11:30-ra értünk föl. 3 órát felértünk. Az 4. 8, 9, 4.
matematika. Nem kellett volna kamera elé járni. Ülni, mindegy. Jó, igen. That's the pig. That's the pig. Good job. Négy óra, és azt mondtuk reggel, hogy négy óra. Négy óra térünk fel. És négy óra. És felértünk. Aztán fönt is zabáltunk egy hatalmas nagyot az étterembe, természetesen. Hát kikértem egy levest, meg egy főételt, pörköltet, mondom, á, sok lesz, megülő a gyomrom, megettem, és így még éhes voltam. Mondom, akkor még ezt a pacskát dobjunk rá. Jó, bezabáltunk, és utána lementünk a sípályán, és az összes minden a gyomromba felkarrott instant. Szétment a kezem azon a rohadt sípályán. Ja, lefelé meg jó is volt az út, meg nem is. Az ugye elment. Mennyi volt? Aztán valami 20 kilométert mentünk lefelé az első lefelé. Településig. Kaptunk ingyen kávét. Kaptunk ingyen kávét, Gajatető után ott valahol. Igen, köszönjük szépen, véletlenül nézed a videót, a nevedet nem kérdeztük meg, de köszönjük a kávét. Igen, egy vendéglátós fickó, igen, nagyon kedves volt, megálltunk egy kútnál vizet tölteni, igen. És akkor csak úgy odajött, és akkor elkezdett velünk beszélgetni, mert hogy ugye egy divájdos nála szállt meg előtte, és akkor jött gratulálni nekünk, hogy fú, ti nagyon kemények vagytok. Ja, és akkor ott voltunk hárman, Jules-szal, és akkor mondta, hogy meghív minket egy kávéra, mondta, hogy persze, bemennek, főzte, és erre elkezdtek jönni a mögöttünk lévő srácok, és még jöttek négyen. És a három kávéből lett. Hét. Igen, és jöttek négyen. Hát igen, az vicces volt. Jaj, az jó volt, nagyon jó fej volt a csáó. Tejszínjából tettem sokat, de jó volt. Igen, még a szádba is nyomtad. Azt nem szóltat volna elmondani. Ja, de lesz róla vágókép, tényleg? Én csináltam róla vágóképet. Random moment. Utána... Lefelé jöttünk, aztán mentünk át a izgalmas településeken, Bátony terenye, megálltunk a boltba. Eléggé gettó volt. Túléltük. Túléltük a boltot. Nem a lejtők a veszélyesek. De. Azok is veszélyesek. Ja, úgyhogy megnyomtuk a Mátrát, azt számogattam kb. Hogy a felút meg a leút, úgy minden este, meg az ebéd olyan 9 óra hossza volt. 9 óra. Szóval a nap nagy részét a Mátrába töltöttük. És ahhoz képest, hogy igazából itt van fölöttünk egy vár, ott akartunk. Jön, Jules? Nem tudom, azt néztem, mintha valami hangot hallottam volna. Ja, egyébként ma elvileg itt parti lesz, mert mindenleg az öten alszunk itt, mert jelentkeztek mások is. Na igen, szóval ott tartottunk ugye, hogy megpukkantál. Ott megpukkantam, hiába. Lemerültél. Hiába ettem, vagy bármi. Ott vannak. Csáó, mindjárt megyünk. Megjöttek a kollégák. Ja, szóval hiába ettem, ittam bármit, valahogy valami megfáradtam. Igen, nem tudom, igen. És akkor úgy volt, hogy a Somoskői várnál alszunk fönt, de hát nem. Egyszerűen megbeszéltük, meg láttuk, beismertük mind a kette, hogy esélytelen eljutni odáig. Még 200 méter szint lenne odáig. És akkor meg 20 kilométer. Igen. És akkor nekiálltunk keresni valami helyet, és hát eddig beváltak a temetős, ravatalozós kempingek. Jó, és ugye... találtunk egy ilyen helyet, nem messze az útvonaltól. A ravatalozó az mindig jó. És az, akkor az itt alszunk. Ilyen nem, éppen készítjük a videót a YouTube-ra. Szeretnék köszönni a nézőknek? Nyomtuk a full rögtönzést, meg az újratervezést, kb. Így faluról falura, emelkedőről emelkedőre. Mint egy bringát tolnának. Igen. Vagy már csak képzelődök, lehet, hogy halucinálok. Nem, mindig. Mindjárt. Igen. Ott volt egy lámpa, én is láttam megcsillanni a sírkön. Na, Gábor azt mondta az elég, hogy jövőre nem hozunk bivakot, ha jövünk, mégis semmi sátrat, meg ilyesmi. Ravatalozó only. Ravatalozó van az, mindenhol. Ennyi. A legjobb hát, hely. Ez temetőben senki se jár este, csak amilyen. És mindig nyitva van víz és átlap a WC is. Ja, úgyhogy ez best. Ennyi. Best. Csak most elárultuk a titkot mindenkinek. Rip. Hát ez van. Emberek nem asszanak ilyen helyeken, azt mondta anyukád. Hello, Jules. Hey, Jules. Awesome. Do you like this place? It's quiet. Hogy ja, igen, mit akartam mondani? Hogy hát kb. Így lett akkor 2000 méter szint és... 120-10? Sok. Hát így 200 métert kell holnap hozzáadni, meg 20 kilométer. Igen. Tehát nagyjából tartodok a tervet, de hát muszáj volt rögtönözni, hogy életben maradjál. Most ez sajnos így alakul, de majd holnap... Kis kalácsképed. Holnap bepótoljuk. Így van. Köszönjünk el is. Gyerünk aludni. Gyerünk, és sok mindent kell csinálni, mindegy. Honnan folytatjuk? Honnan? Zagyvafő templomkert. Slash ravatalozó. Hogy mi? Most hol vagyunk? Hát, ott. Az agyba fő, igen. De holnap hol leszünk? Hát az, ahol ránk esteledik. Ha minden jó megy, a második elnöző ponton, a Bánki kempingben. Ja, a kempingben. Ja, ott találkozunk. Ámen. Na, jó. Szevasztok. Sziasztok. Köszönjük.